Tessék, parancsolj! Van az általános házi rend, ami abban van, hogy a férfinak mindig igaza van. A második paragrafus, ha a férfi az netán nem volna igaza, az első... Automatikusan, igen, hát ez a főnökkel volt elterjedő. A lényeg az olyan az, hogy szerintem az úgy volna, hogy három részesbe kell. Az első az, hogy a nőkkel nem vitatkozunk. Második paragrafus, fizikából férfiakkal nem vitatkozunk. Harmadik paragrafus, hogy mi a fizika, azt a férfi mondja meg. Ezt azért tettem bele, mert Antal Imrével csináltak egy ilyen riportot, a Pécsi Ildikóban ilyen humoreszk volt, és mondta azt, hogy minden fontos kérdésben én döntök. És akkor mondjuk fontos kérdés, miben döntött? 30 éve nem akadt fontos kérdés. Mint hogy nálam itt a laborban ki van írva, hogyha te is érted, akkor már elavult. Na, hány óra van, gyerekek? 1-2. Ó, 1:30-kor elmegyünk ebédelni. Van-e valamilyen kérdésetek még? Egy 4 óránk van még ebédig. Tessék, parancsolj. Volna. Tehát én itt vagyok, anti-én is. Igen. A másik periódusban. De akkor a antivilágban is most itt vagyunk a anti-énünk. Igen. Mindannyian. Igen. Anti-Gyuri bár csinálod, anti. Igen. Csak az lány. Hallgatjuk. Csak az lány. Akkor Gyuri néninél. Gyuri néninél. Elvan. Vagyunk itt. Nem ezt akartam mondani. Ezt a átkutok pár atomot, és akkor felrobbanok. De ugyanakkor ők is áthúznak pár atomot, és ott is... Nem áthúznak. Néha előfordul, spontán égés, tessék észrevenni, néha előfordul a természetben. Valaminek a hatására mondjuk becsapódik egy nagyon nagy energiájú kozmikus részecske a lelkedhez, aminek igen kicsi a valószínűleg, hogy egy mikronos lelket eltaláljon, de előfordul. És eltalálja, és akkor az a nagyon érdekes, hogy megmarad a kezed idáig, a lábad a térdedig, vagy a combodig. Ha a nejlonharisnya van rajtad, vagy ilyen olvadékony vacak valami műanyag rongy, akkor az is nem ég meg, de odáig még a csontod is elég. Tehát az a hihetetlen az egészben, hogy a csont az 2500 fokon kezd el szétforladni, elégni. És egy olyan felvillanás keletkezik, egy olyan hatalma... Csak a feltudat semmisül meg. Csak a feltudat semmisül meg, de olyan annyi energia szabadul ki abból, hogy a térdedig megsemmisül az ász az ágy mellett, mondjuk. Az ágy meg se pörkölődik, egy kupac hamu ott van, meg 4 vagy 2 kéz, 2 láb. Aztán annyi. És azokon rajta van a harisnya, az íz, és az nincs megégve. Viszont az egész lakás tele van ilyen lepárolt szarral, ugye, mert ami benned volt anyag, az mind ilyen gőzbe megy át egy pillanat alatt, és lecsapódik a hideg felületeken, és minden hideg a 2500 fokhoz képest. Úgyhogy a falakon, az ablakokon mindenhol lecsapódik a benned lévő anyag gőze, oda lecsapódik, hát büdös van a lakásban rettentően, ugye, mert ennyi marad belőled. Ez a spontán égés. Nem tudta senki, hogy ez micsoda. Ez a spontán égés, hogy a fény egy pillanat alatt szabadul föl benne. Előfordult már olyan is, hogy mit tudom én, a Pali megállt húgyozni az útszélinél, ilyen nem volt forgalmas út, megállt brunyálni, mert már nagyon rájött, és ott pisált egyszer, csak dur eldőlt, azt meghalt. És akkor bevitték gyorsan a kórházba, volt az asszonynak is jogosítványa, bevitte a kórházba, és nem tudták megmenteni, egy nagy darab a gyomrából egy ilyen narancsnyi kiégett eltűnni. Tehát ott egy ilyen mikrorobbanás következett be benne, de nem azért, mert mit tudom én, metán keletkezett benne, vagy ilyeneket mondanak, hogy meggyulladt benne a párinka. Mondom, te nem, hülyeséget beszélsz, mert az nem ég 2500 fokon, ilyen hirtelen ráadásul, hogy nem így ég el az egész. Tehát ez nem jó. Nem volt jobb ötlet. A materialistának nem volt ennél jobb ötlete, nem értette a lélek működését, nem értett semmit, hát mondott rá valamit. Egy tűzoltó, vagy mit, egy rendőr. Hát, ugye, mert a hülyeségnek a mértéke se igaz. A hülye-hülye leghülyebb kalauz rendőr, önkéntes rendőr, volt ilyen vicc. Tessék, parancsolj! Ez volt az éges, de van olyan, hogy spontán fagyás is. Hogy spontán fagyás is, igen. És akkor az...
Hát valamiért kimegy belőle egy hirtelen a fény. Tehát egy olyan hullámtér éri el, hogy kinyílik az összes protonja, és kiengedi magából a fényt. Az egy meleg felvillanást ad, igen, de lecsapódnak a izék, az a meleg az eltávozik, és aztán rögtön meg is vagy, mert hirtelen lehűl az egész, mit tudom, mínusz 20 fokra, 30 fokra lehűl hirtelen, mert kiment a fény belőle. Mert az anyagban lévő fény, ez az anyag attól 20 fokos, itt az az asztal, vagy az az üveg, vagy amit, az azért olyan, mert fény van benne az anyagban, és az atomok között is fény van. Pattog ide-oda a fény. Na most, hogyha kiütöm, akkor kiszedem belőle ezeket a fénykvantumokat, egyre inkább kiszívom belőle a fénykvantumokat, és attól kezdve kezd lehűlni az anyag, mert a köztelévő közegben is, meg magukban, a neutronokban, a protonokban is kiszívtam a fénykvantumokat. Ez az energia. A fénykvantumok önálló létezők, azoknak semmi köze, nem alakul soha büdös rohadt életben energiává, szóval ez egy ilyen nagy baromi tévedés. A fénykvantumok teljesen önálló létezők, amik jól láthatóan a kavitációnál kiszabadulnak az atomokból. De nem az atomok alakultak fényé, ez az ötlet volt maximum, tehát ez nem azok alakultak fényé, hanem kiszabadult a fény belőle. És ennek a másik bizonyítéka, hogy igen magas frekvenciájú fénykvantumok vannak az atomok belsejébe, az a bizonyítéka, hogy a széles sávú spektrumú valami keletkezik mondjuk a villámcsapásnál. És ugyanakkor, miután ide-oda szaladgáló elektronok is vannak benne, rádióhullámokat is, iszonyú sok rádiózavart kelt, és mivel négyszöggel jellegű, az ide-oda hirtelen szaladgáló négyszöggel jellegű a villám. Nagy a felharmonikus tartalma, úgy van, mert a négyszöggel a szinuszszor összessége. Igen, igen. És nagy a felharmonikus tartalma, vagyis, hogy minden hullámsávot zavar. Tessék, lehet mesterséges létrehozni olyan hullámteret, amit a Gyuri bácsi is mondott, kinyitjuk a pikkelyeket? Igen, ez egy fegyver. Ó, te ilyen fagyasztó fegyver. Fagyasztó fegyver is van meg ilyen, hogy kinyitom a pikkelyeket, és te benned egy atomrobbanás keletkezik benned belül. Tehát így hirtelen ilyen spontán égésszerű robbanás keletkezik. Én pernye lesz belőle, mint mondjuk. Pernye lesz belőle, így van. Igen, ez volt, milyen film is volt, milyen eszembe jut a... A fizikusok azok néha skifiben megírják az ötleteiket, mert a fizikai szemle nem meri leközölni. És akkor megírják az ötleteiket, nagyon sok fizikus írta meg az ötleteit, akik jól képzett fizikusok voltak, csak hát ugye nem lehetett leírni ilyet, mert ő egy annyira a mai világtól, annyira távol lévő valamit fedezett föl, és jó, amit felfedezett, megírta a skifibe. Itt a Verne Gyula megírta az atombombát, megírta a tengeralattjárót, megírt mindent a Verne Gyula, mert elvitték a jövőbe és látta. Vagy a Nostradamust elvitték a jövőbe és látta. Vagy elvitték a Leonardo da Vinci-t is a jövőbe és látta. Le is rajzolta a Csepel bringát. Lerajzolta a pedálos bringát. Hol volt még pedál, meg bringa, meg lánc, még sehol nem volt, amikor már lerajzolta. Tehát ez a nagyon érdekes. Lerajzolta, mert látta a jövőben, hogy és mivel műszakilag nem volt hülye, látta, hogy ez egy ilyen, ez egy mechanika is így működik. Tehát azt ő meg tudta egy pillanat alatt érteni. Na most hiába mutogatsz te meg annak, akit ez nem érdekel, annak te hiába mutogatsz meg akármilyen műszaki dolgot, az agya így becsapja a zsalogát, nem érdekli, kész. Tehát hiába próbálod elmondani egy lánynak, hogy működik egy autó, itt elfordítjuk a kulcsot, és működik, érted? És akkor megy. Jaj, hát aztán nézd meg, amikor elromlik. Mondjuk 1000 lányból egy, aki milyen macsó lány, aki ki tudja cserélni a kereket vagy a gyertyát. Mondjuk 1000-ből egy. Hány szokta kicserélni? Az összes kolléganőm a hülyeségből kérdezgettem. Csak mindig viszek magammal egy üveg bort. Tényleg. Azért visz mindig a csomagtartójában egy üveg bort, hogy ha durdefektje van, vagy valami, akkor a pótkereket valaki fölrakja neki, megállítja, megmórikálja magát, csinál. Yeah. És akkor megáll a macsó, és akkor kicserél neki a kereket. Yeah, és akkor add neki egy üvegbort, ugye? Ez így meg az egészség. 3 éven keresztül cipelt bor, az már milyen lesz ott? Hát az ott abban a meleg csomagtartóban képzeld el, hogy az hogy meg. Lőre milyen lesz, lesz. Már igen. Egy lőre nagyon régen. De ő neki ez nem számít. Jó, mondjuk nyilván.
Ennek ez egyáltalán. Nem ő vissza. Nem ő vissza meg. Én most anyukája úgy csináltam mindig, anyukája, hogy kicsit megmozgattam, hogy átott a kocsi előtt, és akkor megálltok egyből. Bogárkám, ezt én nagy tudva tudom, hát én ezt enszer láttam kolléganőknél, barátnőknél, mindenkinek. Kiszedtem belőle, hogy ezt hogy is csinálod, és elmondták. Ha édesek nagyon. A lányok stoppolnak utána a picit. Igen. Hát az biztos, hogy nem fog gyertyát cserélni az autóval, szóval. Ilyen van. Nem rossz ember ettől ő még, nem műszaki érdeklődés, hogy finom legyek. Nem műszaki érdeklődés, hogy lehet, hogy más meg kiválóan, nagyon kiválóan tud csinálni. Szóval azt meg a fiúk nem tudják olyan kiválóan, hát ilyen is van. Tehát nem a nők hülyék, meg a férfiak kokosak, egyáltalán nem arról van szó. Mások, hála a jó Istennek, képzeld el, ugyanabb lennének. És képzeld el, fiú olyan lenne, mint egy lány. Kellene neked? Nem. Egyre több ilyet látni. Egyre több ilyet látni, ilyen köcsi. Persze, ilyen gyenderek, igen. És azt mondják rá, hogy majd türelmetlenek vagyunk, hát meg náci fasiszták vagy. Hát nem, hát az, nézd, a világot az Isten így teremtette, hogy férfiak vannak meg. Mi ragaszkodunk ehhez. Ragaszkodunk, nem akarunk 72 féle WC-t létesíteni. Még ha egy kicsit ragozzák ezt a dolgot, már háromféle WC van, ahol van. Német himnuszba is ki akarják kaszálni a nemiségre utaló jeleket. Igen, semleges neművé kell mindent csinálni. Le lett szavazva, marad minden, marad, ugye, hogy akkor még van lesz. Igen, a Kodály is akartak új himnuszt iratni még a Rákos idejével, aztán mondta, hogy nem, jó a régi. Mondjuk bizonyos szempontból jó ez a mostani himnuszum, egy kicsit predesztinál arra, hogy állandóan szívjunk, aztán majd nem predesztinál. Nem predesztinál. Nem ez egy ima. Ez egy ima, úgy ahogy van. Hát melyik országnak ima a himnusz a gyereke? Magyar. És melyik kezdődik Istennel? Arra milyenk azzal a szóval kezdődik, hogy Isten. Miről beszélnek? Na most, alkotmány úgy kezdődik, ugye? De már az európai alkotmányban már azért huncutkodtak, ugye? Ott már a kereszténységet ott kizárták Európából már. Hát ilyen. Az az ő bajuk. Az ő bajuk, úgy van. Meg is kapják érte a büntetésüket. Megkapják. Nekem semmi bajom a muszlim vallása, hozzáteszem. Semmi bajom. Csak ne költözöm be a lakásomba. És nem a vallással van a bajom, hanem azzal, hogyha tahó viselkedik valaki. És erőszakos velem. Azt, bocsánat, azzal nekem bajom van. Mert a muszlim vallás nem ilyen. A felfogás lett ilyen, de az nem azt jelenti, hogy ugyanolyan, mint a keresztények mentek keresztesáború, és falosapkodták a gyerekeket a szeretet nevében, mentek, öldököltek, mindenkit lemészároltak, és akkor győztek. De tényleg így volt. Csak utána most festik, meg megerőszakolták a nőket is. Aztán lemészárolták. Szóval meg volt a dugás, tss, leszúrtak, kész, ennyi volt. Így működött. És ez színigaz, csak ugye ezt festik magukat, és erről nem beszélünk. Hát miért nem beszélünk? Beszéljünk róla. Most a lengyelekről kiderült, hogy hát a szocializmus idején is elzavarták a zsidókat. Ugye most kiderült a lengyelekről, hogy ha tényleg, ha még a szocializmus idején, vastagok. És vagy a nem sok zsidó maradt a háború után, talán ilyen 50 ezer, hát a 30 ezernek mondta, aztán meg a harmadát mondta 15 ezernek. Szóval, hogy mondjam neked, hát jó van. Nem tudott összeadni, mert a 3x15 az már 45, nem 30. Na, a lényeg, hogy most az Indexnek a cikkébe olvastam, pedig az egy Zsindex, azt tudjuk. Tehát, hogy tudjuk, hát most mit nem kell itt ezért, nincs ebben semmi bajom. És a zsidókkal sincs semmi. Az összes meditációs közeltámnak a zenéjét egy zsidó fiatalember írta, aki már nem él, Isten nyugosztalja, de nagyon jó zenéket írt hozzá az összes meditációs közeltám. Érdekes, aztán pénzért akarta nekem eladni a kazettát. Ugye hát ezt én vettem. Mondom, te is, mennyit fogtál az összes kazettát? Mondom, azt akkor odaadta. Mire számítottál? Tessék? Mondom, mire számítottál? Nem egy rendes pali volt, csak hát azért a vére, az vére. Hát azért érdekes volt. Ott hátul te még nem mondtad. Tessék, parancsol. Azt akartam megkérdezni, hogy a gyilkosoknak a magulája alá is bezárják azokat a lelkeket, akiket meggyilkoltak? Nem. De rajta szárad, úgyhogy nincs mese. Nem tudja letagadni. Tehát a gyilkosoknak is rajta szárad a lelkén, akit megölt.
de nem, nincs alázárva az aurájának. Akkor csak önszántukból maradhatnak ott azok a lelkek, hogy az őrizetek? A jel van rajta, nem a lélek. De néha megy utána, hogy ott szívassa meg, ahol tudja, szóval néha megy ám utána a gyilkosnak, mondjuk állandóan álmodik valamit. Tehát nincs egy rendes éjszakája, mert mindig a gyilkosságról álmodik. Tehát néha, amelyik tapasztalt öreg lélek, és megölik, az néha ilyen bosszúálló, és akkor megy utána, és azt álmodja minden éjjel. Na aztán a gyilkosnak se lesz fenékig tejföl, tudod, amikor állandóan azt álmodja. Tessék? Ágnes asszony. A patakban fehér leplét mossa. A futóval a fehér leplét, elkap, dossa. Ja, az nincs benne. Tessék, parancsolj. De olyan jó rímel. Tegnap előtt beszéltem Sernetszi Gabriellával, és mondtam neki azt, hogy velük alapul egy zsidót, meg egy muszlimot. Mondom, valószínűleg lehet, hogy a vallás között, de egy biztos, hogy a kultúrájuk a kettő között már olyan nagy szintű, hogy én zsidótól nem félek, egy muszlimtól viszont igen. De az nem magas szintű, mert ha belegondolsz, akkor igazából az arabok is voltak magasabb szinten már, és most sincsenek alacsony szinten, csak alacsony szintre próbálják őket handabandázni. A kultúra. A kultúra is magas szinten. Az irániak sem. Irániak, ez így gondold, mert nézd csak meg. Egy csinálni egy zsidó sok. Miért? Öngyilkos levélek. Az mindig egy nagyon elkeseredett népként. Tessék elképzelni mondjuk azért mondjuk, hogy Indiában, hogy öngyilkosok lettek a buddhisták. Fölgyújtották magukat a papok, emlékszel rá? Amikor már semmiképpen sem tudta elintézni a dolgot, akkor fölgyújtotta magát, mert arra már erre a borzalomra odafigyeltek a semmire sem figyelő nyugati újságírók. Már semmire nem figyel. Tehát az inger küszöbe az újságíróknak már olyan fönt volt, sok gyilkosságot látott, de ilyen borzalmat, és azért fölgyújtották magukat, és arra odafigyeltek. A 70-es években volt. 70-es években. A Peking olimpia előtt volt a sokat gyűjtött. Igen. Öngyilkos területet volna csinálni. Általában a megmásíthatatlan diktatúrák idején szokott ez megjelenni. Volt, hogy Prágában is fölgyújtotta magát egy fiatalember, meg is halt meg. Tehát olyan is volt. Tehát a megmásíthatatlan diktatúráknál néha az öngyilkos ezt választja. Hogy a Vencel téren fölgyújtja magát, vagy mit tudom, ez hason. Igen. De bolondok is sokszor, azt hozzá kell tenni. Hogy nagyon sok a bolond, nem azért, mert hogy ő kamikáze és ezt végrehajtja, hanem azért, mert nem igazán van azt állalva, mert ő igazából dilis, és valahogy már úgyis meg akarna halni, és akkor ezt választja. Aztán később megbánja még ezerszer, az alatt a rövid idő alatt még meghal. Még ezerszer megbánja, hát azért nem kis fájdalommal jár ez, csak hogy nem, agyilag ezt ő nem veszi. Vagy be van kábítozva, és kimenti a kutyát az égő házból, csak az a baj, hogy a tűzoltók nem látják, hogy ég. Csak ő be van kábítozva, és égni látja a házat, és kimenti a szomszéd kutyáját. Tehát ilyen van, persze. Tehát ő lángokat látott, az Isten tüzet, füstöt, mindent lát, csak ott nincsen semmi. Ez a nagyon érdekes. És közben ő kimenti a kutyát. És kirohan vele az utcára, és kimenti. Ilyen van. És mint átvezeti a vakot a túloldalra, bár nem akar átmenni, de ő átvezeti. Hát ez ugyanolyan. Tessék, van a csaj. A gyilkosság kapcsán, ha állatokat ölünk, az hogy működik? Tehát még egy kérdés. Állatokat ölünk, hogy működik? Tehát, hogy jó, az embernek úgymond ehhez joga van. Igen. És az állatokban egyébként ugyanaz a lélek van, mint bennünk? Nem. Az egy másfajta lélek? Igen. Másfajta lélek, és nem is, emberbe nem is kerül bele, tehát nem emberbe való. Pedig mi úgy tűnik. Lélekfejlődésben... Nem leszel kutya, vagy íróasztal fiók. Megpróbálták csúfolni ezt a dolgot, volt is, meg is jelent ilyen könyv, hogy ki lehet számolni, hogy te íróasztal fiók voltál, vagy kutya, vagy egér. Tehát volt ilyen könyv, megjelent. Igen. Hát szélámoskodásból jelent meg, de azt is megvették, és sokan el is hitték. Akkor érdemes volt írni. Persze, érdemes volt írni, üzlet volt. Na most a lényeg, hogy az állatokat és a növényeket úgy fogd föl, mint ehető díszleteket. De ez nem azt jelenti, hogy kínoszhatod.
nem ezt jelenti, hogy szórakozhatsz vele, hogy gyötröd. Tehát nem ezt jelenti, mert ezért az Isten segbe rúg téged. Tehát ez nem számít gyilkosságnak, ha megölsz egy állatot, de ha kínzod, akkor segbe rúgnak érte. Érted? Szóval még a túlvilágon is a segbe rúgnak érte. Érted? Mert megölheted, de azt is gyorsan öld meg, és ne a gyerek előtt. Tessék, ott van a Bibliában, hogy megölheted a kis bárányt, de ne az anyja előtt öld meg. Tehát ott is megvan, hogy milyen szabályok vannak az állat megölésére. És arról tudunk valamit, hogy azok miben másak, hogy milyen lelkek, amik az állatokban vannak? Tudhatunk, kisebb lelkek és más, sokkal kezdetlegesebbek és gyengébbek, iszonyatos bonyolultak még a te elképzelésedhez képest, de egyszerűbbek, mint az emberi lelke. Sose lesz belőlük emberi lélek. Az állatokból sem. Már az állatokti lelkekben is van evolúció, azt hozzá kell tenni, tehát van evolúció, és ezt látjuk. Tehát azért, hogy megnézed, hogy egy varjú milyen okos tud lenni, vagy egy holló. Vagy a száz majom esetet. A száz majom esetet, stb. Tehát igen, mert kollektív lelkek az állatok, kollektív lelkek. Akkor is kollektív lelkek, ha már csak egy van. Ugye? Mert a halmaz egyből áll. De az nem azt jelenti, hogy nem bírna ez a lélek elvinni akár ezret is. Igen, ami rajomban vannak, az mondjad? Látszik kollektív. Mi a helyzet a sporthorgászattal például, mert az is egyfajta állatkínzás. Az is egyfajta állatkínzás, igen. Mert ő szépeleg, ez a szépelgés, hogy visszadobja alatt, tudod? De közben kitép a szájából egy darabot. Szóval szépeleg. Mert azzal, hogy hát nem esszük meg. Na most a szépelgés, csak úgy hallaná egyszer, hogy sikít a répa a szájába, vagy a káposzta, mert sikítám a káposzta meg a répa a szádba, csak nem hallod. Tehát eszed a répát. Először is megnyúzod, ugye, lepucolod a répát, utána harapod és eszed. Tehát hallod a sikoltását, akkor nem ennél se répát, se káposztát, se semmit. De hát ez az Isten azért tette meg veled azt a kegyelmet, hogy ne sikítson a káposzta a szádban, edd meg nyugodtan. Mert ez ehető díszlet. De nem szabad tönkretenni a díszletet. Hozzá kell írni. Tehát ugye a természetre vigyázni kell, hogy még az unokáinknak is jusson természet. A hülye idióta az nem vigyázza, de hülye idióta. Az most élünk, egyszer élünk, kész, carpe diem. Csak éppen az a probléma, hogy amikor aztán az unokája már csak a mocskot találja meg a szemetet maga után, akkor meg utána, hát nem így gondoltam. Nincs aztán ennyi volt. Sokszor a vezetőknek nincs is sokszor unokája, se gyereke. Ezeknek a vezetőknek nincs unokája sem, se gyereke. Nincsen gyereke. Igen, ezek már ilyen emancipáltak. Tessék, tessék. Az Avatarban van egy nagyon szép jelenet, amikor a lánynak le kell ölni az állatot, és utána a bocsánatot kér. Így van, ezt mink is megcsináljuk. És akkor leszitta a fiút, hogy most miattad, ok nélkül kellett ezt az állatot megölni. Igen. Volt egy ilyen jelenet. Igen. Úgy van, úgy van. És ott egy kicsit lehetett látni a kollektív tudatnak a működését, meg mindent, azt próbálták a filmben bemutatni. Nagyon tetszett nekem. Igen. A kollektív tudat aztán azt is meg tudta csinálni, a kollektív tudat, hogy aztán föltámasztotta a fiút ebben a testben. Átment és föltámasztotta, így van. De a kollektív tudat most is ezt meg tudja csinálni. Tehát a Solaris is olyan hasonló volt annak idején, amit az oroszok mutattak be, hogy ugye annak a bolygónak a... hogy létrehozta az embereknek azokat az álmait, vágyait, amit ők saját magukba hordoztak. A Solaris az egy bolygó Solaris volt, amit az agy borított. Az egész bolygót csak széntiszta agy borította be. Csak agy. Meg valami működtető rendszer. És ez olyan okos volt, nem magában milliárdokon keresztül gondolkodott. Ez olyan okos volt, hogy az emberek, akik ott kutatták, és szadiszták röntgen sugárral, mit tudom, ők a kutatók, szadiszták mindenfélével, és akkor legyártotta nekik, amiről álmodtak. Mert mit tudom, Pali álmodott a feleségéről, aki már vagy nem élt, vagy ott hagyta a földön, meghalt, és akkor legyártotta neki a feleségét egy az egybe, teljesen egy az egybe legyártotta atomi szinten, sőt, még szubatomi szinten is jobb volt, mint az eredeti felesége, mert aztán oxigént ivott, folyékony oxigént ivott, ami öngyilkos lett, és így megfagyott az egész nő,
és utána egyszer csak elkezdett kiolvadni, vonaglani, és aztán fölállt, és működött tovább. Tehát jobbat csinált, mint az ember. Ez az agy. Ennek ellenére a Pali nem bírta elviselni, kilőtte egy rakétával. Mert minden utcán. Igen, mert nem, ne, igen. Soha tetszett feleség. Igen. Férfiak rémálnak. Igen, tényleg okosabb volt, na ez egy halál. És ráadásul elpusztíthatatlan, az még nagyobb halál. Ugye én elpusztítható vagyok, ő meg elpusztít, ajaj. Kilőtte egy rakétával a világűrbe. A Longinus egyébként, amikor gondolkodtam rajta, hogy mégis megölte, de egyben meg is mentette Jézust a kereszten, mert meg is kapta a jutalmát. De jó, igen, hogy örök élet. Éj az idők végezetéig. Bocsánat, az idők végezete az nem végtelen, az idők végezetéig, de ez teljesen az emberek fejével zavarosan van meg. Most lesz az idők végezete körülbelül, hát 30-32-ig valamikor. Az idők végezete az azt jelenti, hogy itt a korszak vége, és új teremtés következik. És az érdekes kegyelem, hogy most átvihetjük a jó irányú tudásunkat, a lelkeinkbe átvihetjük a jó irányú tudásunkat, és kapunk egy új testet hozzá. Egy 1000 évig élő jó testet. Csúnya lesz, mint a fene. Azért kell 1000 évig használni. Azért kell 1000 évig használni. Igen, igen. Csúnya lesz, de szívós, jó lesz a szívós, egészséges test lesz. És az a nagy, lehetett már látni ezt a testet. Tehát, hogy a jövőből visszajött egy valaki visszajött. Többen is visszajöttek, de visszajött egy olyan távoli jövőből, ahonnan ez származott, amit én mondok. Ilyen szürke test, és elmondja, angolul tisztán tud beszélni, elmondja, hogy mi van a jövőben. És onnan jött vissza, és hogy miért kaptuk ezt, és ugyanazt mondja el, mint amiről én beszélek. És mi fog történni? Érdekes test lesz, a bűnök elszíneződést fognak okozni nála. Tehát, hogyha lopsz, akkor mondjuk elződülsz, ha hazudsz, akkor elpirosodsz. De úgy is maradsz. Tehát messziről mindenki tudja, hogy te tegnap előtt 5 hónapja hazudtál. Tehát ott úgy maradsz, olyan zöld maradsz, mint a leveli béka, vagy olyan sárga maradsz, és így tovább. Tehát elszíneződés lesz, és a bűnöket színek fogják jelölni. A divat lesz, a jó ember puder lesz divatba. Ugye, hogy jó ember puder az olyan szürke színű, az a jó ember. Tessék, és az, amelyik halmozó, tehát hazudik is, lop is, akkor mindegy színbe fog szivárosítani. Igen, az lesz a fehér ember. Mert a színek összessége a fehér. Na, innen folytatjuk, emél után. Jó, és akkor egy óra múlva itt vagyok, mint a lángvince. Dolgozzunk, van-e valami kérdésetek? Mert mivel ez egy konzultáció, és hát az arról szól, hogy nektek vannak elakadási problémáitok. A tananyagot a hunok.hu-n megtaláljátok. Ez a belépés a weblapokra. Ott megtalálod, ott van egy csomó sorozat, bal oldalt van egy ilyen sorozat, és ott a tananyag. Meg a Bábel, meg ez. A Bábel, az ablak, akkor az elekje, stb. Sorozat, és ezek ott különféle témákkal foglalkoznak. Az elekje ugye, hogy van jelen a teremtés a mi koronázási jelvényünkben, meg mindenhol. Ugye a királyi jogarunknak a végén pontosan az Isten van, az Istennek a nagyon pontos ábrázolása van az anyagban. Mert ez a király az anyag fölött király, nem a lelkek fölött király, hanem az anyag fölött. Tehát az anyagi testek fölött király, és az a jel van rajta, hogy van egy ilyen lóversenypálya, egy ilyen lóversenypálya, meg egy ilyen négyzet, ugye ez van, de így át van szőve egymáson. Nézd meg csak, hogy mi van a király jogarnak a végén, az egy egyiptomi kvarc, ami benne van, 3 oroszlán van rajta, csak hogy amikor ez a jogar már megvolt, akkor a Európában álma nem volt senkinek, hogy lehet ilyet csinálni. Tehát ezek azért egyiptomi kvarcok, mert hogy Egyiptomból származtak ilyen csiszolt kvarcok, és csináltak bele ékszereket, de a kvarcot senki nem tudta megcsinálni. Szóval nagyon kemény, hetes. Tehát jó kemény a kvarc, azt nem lehet csak úgy csiszolgatni. Hallottam ilyen materialista okosságokat, nagyon tündéri volt,
hogy 300 évig apára ő a fiúra szállt, és akkor homokkal, meg hajjal, meg miért tudom én, mi csiszolgatták 300 évig ezeket a kristálykoponyákat, mert hogy az megvolt, hogy milyen kemény, de hogy csiszolták a gépek és minden nélkül, ugye ez a kérdés. Megmondom nektek a titkot, nem csiszolták, öntötték. Ezek öntött kvarcok. Igen, de vákum technológiával azt is hozzá kell tenni, különben nem lesz buborékmentes. Tehát megolva... Mit tudnak? Tudunk, már tudunk ilyet csinálni, persze. Hogy tették be a kehelybe például a kristályokat? Hogy mondjuk ott van 300-400-ból is időszertek, tehát olyan kehely, amiben benne voltak a kristályok, az aranyba vagy a fénybe. Az milyen technológiával vagy? Hát általában körmökkel fogták csak, meg ragasztóval. Néha nem is földi ragasztó volt. Nagyon érdekes volt, mert beszéltem a Teslával, nem is tudom, vagy a Muréval, a Teslával azt hiszem, és erre azt mondja, ez két feltaláló volt, ugye, és az Istent megkértem, hogy hozzam már el, hogy beszélgessek egy kicsit vele. Mert láttam egy csomó szabadalmát, de nem igazán értettem, hogy működik, hogy hát valami jelzés mondana, hogy az mire volt jó, vagy hogy volt jó, és hát eljött, elhozta a főnök. Szellemet idézni nem szabad, de a nagy főnök elhozza, akkor nincsen semmi probléma, nem ragasztják rád. Egyébként a szellemidézésnél most már az a törvény, hogy rád ragasztják. Az az, hogy nem tudsz tőle megszabadulni. Na most, az a lényege, hogy beszéltem vele, és akkor azt mondta valamire, hogy nem földi ragi. Tehát nem földi ragasztóval ragasztottam össze, mert ilyen ólomüvegeket ragasztott össze. Azt hiszem, hogy ez a... Nem tudom, hogy a Tesla volt-e, vagy azt hiszem inkább a Murray volt. Murray, úgy van írva neve, Y-nal a végén. És beszélgettem velük, és az a lényege, azt csinált ilyen mikrofont, hogy 8 kilométerről fölvette a beszélgetést, ilyen puska mikrofon, hogy 8 kilométerről fölvette a beszélgetést, a vasútállomáson beszélgetett a forgalmista, mit tudom én, valakivel, az állomásfőnökkel, és azt a beszélgetést mikrofonnal föl tudta venni, 8 kilométerről. És ilyen lerajzolta nekem a dolgot is. Hát nagyon érdekes volt, mert hogy olyan volt bennem, hogy egy kondenzátor mikrofon volt, tehát két lemez egymás fölött, ami a hang hatására közeledik és távolodik, és még egy sugárzóanyag is volt benne. Az volt az ilyen. Még egy sugárzóanyag is volt benne, és a megvilágítás nézetével változik a sugárzás a távolsággal. Ugye? Tehát nézetesen változik a távolsággal a sugárzás. És még plusz a kondenzátor mikrofon is nézetesen változik a távolsággal. De ez a negyedik hatványa változik, tehát baromi érzékeny mikrofont lehetett csinálni. Elmondta, hogy csinálta. Nem mondom, hogy veszélytelen volt, mert egy gambasugárzó volt benne. Tehát, ugye, abban az időben még a sugárzásról keveset tudtak, és gyerekesen játszadoztak vele. Azt gondolja a Madame Curie-re, meg a férjére, akik rákba hullottak el, mert a zsebükbe hordozták a radioaktív szarokat. És kiégette az oldalukat, rákot kaptak tőle. Mert miért kapsz rákot? A fény, hát az fény, az jó. A fény az jó, hát a fény az nagyon jó. Na jó, akkor most akkor gondoljuk végig. Mennyi fény a jó? Most neked jó, hogy itt süt a nap, szép idő van, még jó kedved is van, 24 fok van, vagy 22, nagyon jó. De legyen itt mondjuk 80 fok. Hát már nem lesz olyan jó, az csak fény. Na ez az, amit már nem szoktak végig gondolni. Eddig már el sem üt a gondolkodásba, ezek a nagy fényezők, el sem, nem is beszélve még másokról, amit most el sem mondok. De ilyen nagy fénye, mert hogy a Lucifer, az mit jelent? Fényvívő, ugye a Lucifer, azt jelenti, a Lucia a fény olaszul is. Amikor elszakad a film, és akkor üvöltöznek a izéka, üvöltöznek a nézőtéren, hogy Luce, Luce, hogy fényt, kapcsolják fel. Hogy, mert ott ülnek a sötétben. És az a lényeg, hogy a fényel kapcsolatban azért még előtt sem zavarosak az elképzelések. A lányok érzelmileg próbálják a fényt fölfogni megint csak, ugye? De azért ott is egy kicsit tovább kéne lépni, mert 80 fokban is fény van, de az már kicsit túl meleg. Na, már megsülsz. Már 70 fokon megsülsz.
Úgyhogy, mint a beülnél a kemencébe, megsülsz. Nem biztos, hogy sülve kell valakinek, szóval. Ráadásul, igen, de előtte ugye hashajtót adnak neked egy hétig, különben ilyen szaros sült lesz belőle, szóval nem jó. A izékben répával etetik, a burlesque filmekben répával etetik, hogy az a fűszer. Egyed meg a répát, és akkor majd megfőveled együtt, és milyen jól benned van, és rendben van. Na, van-e valamilyen kérdésetek? Valamit abba hagytunk, amit azt mondtam, hogy folytatjuk, aztán nem folytatjuk. Mit is hagytunk abba? Nem is figyelj. Cifer fény, de Isten ráadatítás. Mennyi elég fény? Még a szünet előtt. Szünet előtt. Ja, én azt kérdeztem, hogy szünet előtt, hogy lesz vége ennek a létünknek, mielőtt szürkék leszünk? Lesz egy-két balhé. Hát a harmadik világháború, ami kemény, már szaglik a levegőbe, nem én mondogatom, már mindenki mondogatja, büdösödik a levegőbe, amikor túl sok békét megkötnek, az háborúk úgy szoktak elkezdődni. Békeszerződésekkel kezdődik, hogy ne támadják egymást hátba, de csak hátba támadják. Szóval, amikor békeszerződéseket megkötik, akkor már kezd a baj tornyosulni, már jönnek a viharfelők, már látszanak a viharfelők. Ha nem vagy vak, meg hülye, meg annyira nem csukod le a rádiót, meg tévét, meg mindent, nem látok, nem hallok. Hát tudod, így is lehet élni, de amikor jön a baj, akkor hangosan fog sikoltozni, de semmi más nem tudsz csinálni a hangos sikoltozásnak. Nem sokáig. És nem sokáig, az a másik. Hogy hamar éjjel halsz, mert nem tudsz főzni, nem vágtad el egy galamb vagy egy csirkének a nyakát, tehát lehet, hogy meg tudnál fogni egy galambot, már abban se vagy túl jó vadászatban, meg izébe. Mert életedben nem próbáltad, és azt hiszed, hogy te jobban tudod, de csak próbáld ki. Egy galambot megfogjál, és akkor majd rájössz, mert az a gyerekeidnek akarnál enni adni, de nem vágtad el a nyakát, mert te mert hóhért tartasz magad helyett, ugye, egy ítélet végrehajtót, aki, ahogy a polcról le tud venni a kibelezett csirkét, a illet, és akkor leveszed a polcról, és te elegáns vagy, te nem vagy gyilkos, nem, azok meggyilkolt a rohadék, de hát, és akkor leveszed a polcról. Egyébként Tibetben ilyenek, nagyon érdekes. És nagyon az is nagyon érdekes, hogy a hentesek meg zsidók. Tibetben. Aki elvágja az állatoknak a nyakát, az a hentes és mészáros, azok általában zsidók. És most nem zsidózók, hanem ezt vedd észre, hogy hát ők nem mondják, hogy nem lehet megenni. Meg lehet enni. A ferde hajlamú volt a kép, így ránézek. Na mondja. És a disznóvágáskor, amikor kivéreztetik az állatot, az is állatkínzásnak számít? Vagy az ott is megvan az... Nem. Hát jó, hát kivérezteted. De ha bedugod az eret rajta, hogy még sokáig fájjon neki, akkor már állatkínzás, hogy elhúzod a... Hát most ilyen szép elgés van, hogy el kell altatni a disznót, és akkor nem fáj neki, és akkor jó van. Szép elgés. Szépet álmodik a disznó, és akkor... Szépet közben álmodik, ugye, gázzal el kell altatni, és akkor ott, aki felrobbant a gázzal, rányított a reduktor nélkül a disznóra, szomszédban hullottak a disznó darabjai. Hát ilyenek voltak, érted meg. Meggyújtotta, és bum, felrobbant, szóval ilyen. Mindenféle hülye. Hát hülye az mindig van. De most Nyugat-Európában hallottam olyat, hogy egyes ilyen állatvédő szervezetek be akarják tiltani pontosan ezt a kivéreztető módszert. Igen. Mert ugye a zsidók és a mohamedán vallás, a muszlim vallás az... Az így, a kóser, aki van véreztetve? Igen. És most állatkozzák. Az a halál. Igen, de az Attilával nevezzük, és mondta, hogy ez a reggeli imájuk, amit kora reggelben, az meg az a neve, hogy saláta. Hát mondom, akkor minden olyan jó. Hát egyen saláta, tehát én nem magyarabb. Mondom senki. Egyen saláta. Na most ezért mondom, hogy ez szép elgés, mert én már nem tudja, hogy mi az anyja kínját csináljon, és akkor ő elkezd harcolni. Volt, írt itt nekem ilyen csajszé, hogy ő most elmegy állatvédőnek, és mit tudom, micsoda, mi a véleményem. Hát mondom, volt már kutyád vagy macskád? Nem, akkor nem menjél te sehová. Érted, mert ő nem tudja, hogy az miből áll, de olyan a barátnője már csinálja, az már jó, és akkor ő is akarja csinálni.
Én nem mondom, hogy ne menjen el, csak hogy mondjam neked. Hát előtte legalább egy macskája volt, vagy kutyája, tudja, hogy mi az, gondoskodni egy állatról, ha baja van, akkor segíteni neki, stb. És az családtaggá válik egy ilyen kutya vagy macska, nem tudom, hogy hányatoknak volt macskája. Ugye, hány és milyen családtaggá tud az válni? Kutya és macska is családtaggá tud válni, mindenki szereti a családban, nem ám az, hogy egyik szereti másik, nem, akkor nem jó. Mindenki szereti a családban, és akkor a gyerekek is, és akkor szeretgetik, simogatják, kényeztetik, és akkor a macskának is jó, meg neked is, meg kiéleted magad rajta. Nem szőrjátékokkal kell játszani, hanem valódi valasz, de nem kínozni, nyúzni, húzni, hanem... De azért azt is vedd észre, hogy nagyon vad kutyák is, a gyerek a fülinél fogva, ilyen kicsi gyerek a fülinél fogva, a bőrinél fogva húzza, nem kapja meg. A jófajt, nem minden kutya, vannak hülye kutyák. De a nagy része hagyja a családnak a kutyája, azt is hozzá kell tenni, az hagyja, hogy a családban a gyerek, kicsi gyerek, hogy őrizi meg, vigyázza meg. Úgy tudjám őrizni, még ringatja is. Tehát még a bölcsét ringatja is. Meg, mindenre meg lehet tanítani egy kutyát, és meg is csinálja. Ha sír a gyerek, akkor elkezd ringatni a kutyát. Kutyád, és akkor nem lesz nagyon aranyos. Tehát nekem több kutyám, macskám volt. Macskásnak is hívtak a gimnáziumban még, amikor jártam. De volt egy macskám, az ilyen dilis macska volt, ilyen kis csúnya fekete macska volt, nem volt nagyon szép macska, de én nagyon szerettem, az én macskám volt, az mégis más, és jött mellettem az utcán. És azért hívtak macskásnak, mert jött mellettem az utcán. Ha elkezdett rapogni valaki, vagy csicselni, vagy mit tudom én, akkor többnyire fölugrott a nyakamba, és ez volt a jó. Tehát nem ez futott, hanem fölugrott a nyakam, hogy védjél meg, mert ez egy hülye. És akkor megvédett. Megvédtem, és kész. Meg akarták a körúton venni tőlem, hogy ilyet nem láttak még, mert elkezdtek ott rapogni ilyen csibészek, és erre fölugrott a nyakamba, és átölelt a nyakamat, hogy te, ezek itt hülyék, ez vigyázzál. Ez kijött velem a Margit szigetig gyalog. De hát én a 8. kerületben ott a 32-esek véréhez közel laktam, és onnan gyalog egész a Margit szigetig kibandukolt mellettem a macska, már visszafelé nem volt ereje jönni, akkor a nyakamba hoztam meg a kabátom alatt, mert a villamossal jöttem haza, és akkor a kabátom alatt hoztam, mert a villamoson nem lehetett macskát vinni, eldugtam a kabátom alá, és akkor ott úgy hoztam haza. Mert nekem is messzire volt már gyalog visszajönni a Margit szigetről, nem csak a macskának. De azért elég messzire van, jó pár kilométer az, vagy 15-20, mit tudom mennyi, sok kilométer. Én jó volt bandukolni kifelé, de már visszafele nekem sem volt kedvem, fölültem a villamosra. Úgyhogy hát ilyen 30-40 kilométert még elmentem fiatal koromban, az még nem volt téma. A mai fiatalokat 5 kilométert elmegy úgy kőszatyorba vinni. Hát van egy csomó. Nem mindenki. Hát van, aki Himalájára is fölmegy, csak nem bír lejönni. Az egy kettős hasmerés. Igen, miért? Persze, igen, reszketős hasmerés, tudjuk. De hát ilyen van ez a... Tehát amikor Péter elindult, akkor mondtam neki, hogy na, lesz feleségcipelő verseny. Volt is. Nem volt egy kis türelmet, igen. Ilyen tudtam, hogy nem fogod bírni, mert az egy nagyon nagy túra. Én tudtam, hogy nem fogod bírni. Annak ellenére, hogy sportos vagy meg minden, de azért edzések nélkül az nem. Ez olyan, mint a Balaton hosszában átúszást tudod, és lehet, hogy át tudod úszni a medencét, de az nem biztos, hogy a Balatont 72 kilométert is el tudsz. 24 kilométert. Mennyi? 24, aztán 24. Van, nincs annyi. Van. Keresztbe 12. Mi? Keresztbe 12. 12, hat, nem. 3 és 6. Hol hozzák át, attól függ. Igen, igen, mert azért mondjuk, hogy Siófoktól már Füredig már, úgy már lehet hosszabbat úszni ott hajóval. Én vitorláztam arra felé sokat is. Az jó volt. Apámnak volt egy vitorlása, nekem sose telett ilyen, de volt. Most apámnak volt egy vitorlás, azt azzal vitorlásoztam. Jó is volt. Motorcsónakáztam is, meg kaptam tőle egy motort, meg szereztem egy rossz csónakot, aztán kijavítottuk, kiglettertük, megcsináltuk, kifestettük. Jó lett. Az volt a neve a csónaknak, hogy na, mi újság, Wagner úr. Igen, rejtő alapján, igen. Az volt a csónakra ráírva, egy kurzív vettük el. Hát talán látták a csónakomat. Híres volt, a rendőrök üldöztek is. Aztán megbüntettek, az akkor volt, amikor,
amikor van egy gát a víz alatt szántód mellett. Tehát a szántódi, itt van a szántódi kikötő, és így mellette van egy gát a víz alatt. De a víz alatt van, nem látszik ki, csak ha nagyon leeresztik a Balaton, akkor kilátszik a teteje, de egyébként nem látszik ki. És én rámentem erre a gátra, nem tudtam, hogy ott van, bár én szántódon kavartam, ott voltam egész nyáron, de én nem tudtam, hogy ez a gát ott van, rámentem a gátra, alig nagy keservesen szereztem egy propellert a motorosokon, nem eltörte, a rohadék. Így kicsapta a motort, bang, és a propellernek annyi lett. Mert rámentem a gátra, de az így ilyen fölnyílós a motorcsónak motorja, pont ezért. És nekünk letépni a tükröt a végét a csónaknak, letépni a deszkát a végéről, beakad a motor állva, dum, viszi, és akkor ugye ilyen lesz belőle, ilyen finding, ilyen. Bemegy a víz, kimegy a víz, és szóval ott, és akkor rá egy, hát egy hétre talán rá, azt láttam, hogy jönnek a rendőrök, akik rám nagyon lestek, hogy mert a motor lehet a csónakodom, ez egy két pár elvezős szott csónak volt, csak kijavítottam, ott dolgoztam, és a lényeg, hogy lestek rám, és akkor én meg egy ilyen mocsokpali voltam, és fölálltam láttam, hogy ott mennek a rendőrök, de fölálltam direkt a motorcsónakba, és akkor úgy csináltam, hogy rátekerném a motorcsónakra a kötele, tuf-tuf-tuf-tuf-tuf, megint főzeket, tuf-tuf-tuf-tuf-tuf, így csinál a motorcsónak, amikor berántod. Ilyen hangot ad, és lesték, hogy mikor indul el, mert hogy brrr, akkor már megbüntetett. Hát, lesték, én meg addig húzogattam, ameddig oda nem értek a gáthoz. Mert ugye én is rámentem, mert ezek se járnak, jobban rá is mentek. Rá is mentek, visszafele jön Kenu evezővel, a zsaru föltörte a gatyáját, és ült a motorcsónak elején, és Kenu evezővel evezett visszafele Füredre. Hát azért az 4 kilométer volt, és hosszú evezés, és akkor kiabáltam neki, hogy főnök, behúzza a földvárra! És... nem kell! Hát mondom, jó, nem. Na, aztán el is kaptak utána. Hatan ültünk a 4 személyes csónakban, azt elkaptak. Na, de nagyon, nagyon ismertek engem földvárról, mert ott sokat, a Galamb-sziget mellett sokat hajónkkal ott tizeltünk. Volt, hogy cserélni kellett a fönt a drótköté, kiugrott a vitorlának, a grossznak kiugrott a csigája, mellé befért a rohadék drótkötél éppen. És kiugrott és beszorult mellé, és hát attól kezdve se föl se le. Na jó, de hát ennek az árbocca 12 méter magasan volt a vége. És a spannert én raktam rá, és ekkora csavarokkal volt rárakva, tudod? Ekkora kis facsavarokkal volt rárakva az a spanner. Hát, hogy a óvatosan rálók, az még jó, de bejött a Belojannis. Hú, akkor volt ám nagy család megkapaszkodás. Mert az egy bazinagy hajó volt relatív a Balatonon, a Belojannis. Nagy, ilyen sétahajó. És fú, bejön a Galamb-sziget, az így körülveszi a víz, és van egy kiárata is, egy ilyen kis luk, ilyen négyzet alakú luk, amin a víz ki tud menni. És akkor jött be, nyomta befele a vizet a kikötőbe a nagy hajó, az ott ment ki ez a víz, és hát körülbelül így, ilyen 4 méter lengéssel voltam az árbocc tetején. Oly, nagyon durva. Na most a 12 méter, azt tudod mennyi? Ez a negyedik emeleti lakásnak ott az a pereme, az a bádog, ami itt kint van, az 12 méter lemértem. Pont az utcától 12 méter, tehát 4 emelet magasan vagy fönn. Ja, na már nagyot lehet elvesni. Tudod, mekkorának látod lent a hajót? Ja, kis izé, az ott a hajó. Hú, tehát pedig 10 méteres volt, 10 és fél méteres volt a hajó, hossza. De annak ellenére, ott lenn az a hajó. Hú, de hát én többször kellett fölmászni, többször volt ilyen probléma, és akkor hát az apám az már tudott fölmászni, és akkor én másztam föl, aztán kiakasztottam onnan, kirángattam a drótkötele. Hát ha nem jött semmi, akkor jó volt, csak volt, hogy nem figyeltem, és fölmásztam, de jött a Belojannis. Messziről lehetett volna látni, de én valahogy nem voltam oda ott egészen, mert akkor már jöttem volna le, hogy majd fölmegyek, ha elment. Mert az olyan nagy hullámzásokat csináltak kikötőbe. Úgy beszántott a hajókat olyan hullámzást ott csinálni, volt, hogy a est hajnal az egy ilyen Európa 30-as, vagy milyen volt, azt hiszem, és akkor az egy ilyen nagy 50-es kétárbocsos, igen, nagy volt. Nem, egyárbocsos, de nagy. Nagy volt, nagy volt, nagy volt.
50 kvadrátos volt, vagy igen, a vitorlája. És most harcőrsen áll, mert a szotvitorlás volt, az egy szotvitorlás volt, ilyen főelvtársakat vitték a Balatonra egy kicsit vitorlázni, és na, az volt a lényeg, hogy a matrózok sehogy se tudtak elindulni, mert nem tudták a horgonyt soha felszedni, és akkor megmutattam nekik, hogy lehet a horgonyt felszedni, az elvtársakat meggyalogoltatjuk egy kicsit, és felszedjük a horgonyt. Tehát hogy lehet felszedni egy horgonyt, ha nagyon beszántotta magát, mert az ilyen nyeklős-nyaklós horgony volt, ami így beszántotta magát az iszapba, és hát Földváron azért volt iszap a kikötőben rendesen, és akkor fölé állsz a láncodnak, pont, vagy a kötelednek, fölé állsz. Belengeded a hajót. Igen, de úgy csinálod, hogy fölé állsz, lebikázod a láncodat, vagy a köteledet, tehát ráteszed így a bikára, hogy megkapaszkodjon, és utána mindenki átmegy a hajó végébe. Az elejét lebikázod, a végétre meg kimegy mindenki. Akkor egy fölfele meghúzzák a horgony, utána mindenki megint menjen előre, akkor megint lebikázod, akkor már kijebb van. Már kijebb van, megint levikázol, megint menjen át mindenki a hajó végébe, megint megemelik a hajó orrát, és akkor így ki lehet húzni, vagy beleszakad, mert olyan is van. Beleszakad, mert ha szar a kötél, vagy fáradt a lánc, vagy ízi, akkor beleszakad. És hát így húztuk ki, aztán ki tudtak futni, mert az nagyon hozták nekem a pesgőt utána. Úgyhogy jó van, hát mondom, jó van. Mert hogy nem tudtak sehogy elindulni, és akkor ott rinyáltak össze-vissza, hogy most mi lesz, hogy... Próbálták kihúzni, sehogy a horgony nem bírták kihúzni. Igen, az nagyon be tudja szántani magát, és amikor bemegy egy fél méterre a földbe, akkor azt te csak úgy nem tudod kivenni. Így lehet kivenni, ahogy elmondtam. Na, milyen kérdésetek van? Most csak egy kicsit vitorlázni tanítottalak benneteket. A kérdésem következő, hogy, bocsánat, ezt lenyelem, hogy amikor beszélünk a teremtőről, Istenről, Szentlélekről, stb. Különböző entitásokról van szó. Viszont azt vettem észre, hogy sokszor az emberek keverik az egészet, hogy ki csodának, a kijel, milyen, hogyan, milyen. Most nálam még mindig egy kicsikét ilyen kérdőjeles ez, hogy a Szentlélek és Isten nálam nagyon így összekeveredik, hogy valójában ki kicsoda. Én azt gondolnám, hogy először, hogy az öt forráselemből álló komplexum hívjuk így ennek. Igen, először. Igen, ő az Isten. És az ő kiáradása, vagy ennek a komplexumnak a kiáradása a Szentlélek. De így együtt már, amikor az öt forrás ötté válik, és már körbe másolódó fénykvantum, mert a fénykvantum úgy működik, hogy körbe másolódnak a források, az időben elcsúszott források, mindig belerol a saját múltjába, és egy kicsit arrább látja meg magát, mert a kettő között távolság lesz. Ez a null-hiperteres téridőt, ahogy generálják. Először a hipertér nélküli téridő. A null-hiperteres azért mondom. Null-hiperteres. Ja, tehát null-hiperteres mondtam, jó. Tehát itt még nincs hipertér, és a hat helyen másolódik az öt forrás. És ez a Szentlélek. És azért nem értették, mert azt hiszik, hogy hát olyan nincsen, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek az egy ugyanaz dolog legyen. Az nem lehet, az nem létezett a fejben. Csak a keletkezési folyamatot mondják el végül is. Hát elmondják a keletkezési folyamatot, de nem értik. Elmondják, csak nem értik. Hogy azért van az uroborosz az unitáriusoknak, az uroborosz kígyó, az nem a görög eredetű, hanem még Egyiptomban is ott van ez. Egyértelműen ott van az egyiptomi rajzokban. Tehát megvan, és a görögök az egy más a civilizáció az egyiptomiakhoz képest, tehát már hát 10 000 éve volt civilizáció Egyiptom, amikor még görögök még kiestel se voltak az apró tökébe. Hát sehol nem voltak. És nem nézem le a görögöket, az is egy magas civilizáció volt, de az már egy untatta volt, tehát az már csak egy utánzó civilizáció volt, de a rómaiak. Most nekünk nagyon nyomták a római meg a görög mitológiát, meg a görög civilizációt, mert az a civilizáció is ad. Jó van, de ezt a katolikus egyház találta ki, azért kellett görögül tanulni, meg latinul tanulni, ugye ez a két civilizációt megérzed, mi volt leírva, de hát, hogy ilyen mi lett volna, ha mondjuk a mezopotámiai kultúrákat kezdték volna jobban vizsgálni. Nem az arab, hanem a mezopotámiai kultúrákat. Mezopotámiából is mi jöttünk, tehát ha azt gondolod, hogy mezopotámiának meg az folyó közt jelent, ugye mezopotámia azt jelenti, hogy folyó közt. Most nem a folyó közben élünk? A Duna meg a Tisza. Ugye nem egy folyó köz? Tehát most is folyó köz mellett élünk ugyanúgy, és
Csak ez elég terméketlen, mert homokos, ugye a kunság az eléggé homokos. Mert öntés terület is, hát nem nagyon termő talaj van, de mezopotámiának mezopotámia. Na most a mezopotámiai kultúra az 3500 évig egy kultúra volt az egyiptomival, bocsánatot kérek. Hát, mert hogy nem hallottak egymásról, meg olvastak egymásról, vagy még tudom, micsoda. Hát gyerekek, az egy vezetője volt, egy nép volt, egy. Miről beszélnek ezek? Ja, azt nekünk már nem nagyon szabad volt tudni, ezért a suméroknak semmi köze a magyarsághoz. Az ég adta a világon semmi, de semmi köze nincs. Ahhoz tényleg? Sincs, ahhoz se. Van. Ahhoz sincs ahhoz közünk. Sincs, ahhoz se az egyiptomihoz nincs, se a sumérokhoz nincs, se semmilyen régi civilizációhoz nincs közünk, mert hogy milyen rablófajzat vagyunk. Hát az ő fejében. Most kiment, nem tudom, hogy kiment rabolni, de mint hogyha, hogy mondjam, mint a Rómát nem a hunok rabolták volna ki, mert megtehette volna az Attila, mert már kijött neki, a kulcsot kihozta neki a pápa is, mondta, hogy nem kell. Keresztény volt tudnéli. Nem kell. Itt én vagyok a főnök, te engem ne zsaroljál, de nem akarlak én téged bántani. Nem értette senki. Hát ezek pogányok. Hát mi? Pogányok. De közben keresztények voltak. Sokkal régebbi keresztények, mint akik lepogányozták őket. Sokkal régebbi keresztények. Pontosabban, hát még keresztről nem sok szó volt, de az Istenre az ugyanaz volt. Hát, most gondolod, hogy most 1-2 ezer év alatt lecserélődnek az istenek? Gondolod, hogy az egyiptomi istenségek, meg a görög istenségek, akik tisztelték a görögök, meg az egyiptomiak, azok meghaltak. Azok már nincsenek, az a történelem, meg úgy gondolod? Hát felejtsd ezt el, Kovám, mert hogy nagyon is megvannak, élnek, itt kavarnak körülöttünk. Vagy itt élnek velünk, vagy itt ül. Érted? Hát annyira, hogy lehet, hogy itt ül és jót mosolyog rajtam, mert hogy együtt mi ismertük egymást is, és jóba voltunk annak idején. Mert én emlékszek ilyen régi életeimre is. És akkor most a halhatatlan az neked 500 év az a halhatatlan? Vagy mennyi a halhatatlan? Ilyen az ember mindent magához próbál lerángatni. Most ezek az istenségek, hát bizony ezek több százezer vagy egy több millió éven keresztül itt kavarnak a rendszerbe. Igen, sem halhatatlan, csak sokáig él. Az emberhez képest végtelen sokáig él. Mint a Longinus, aki már 2000 éve él. És nem tud meghalni, mint a hegylakó. Nem tud meghalni, mindig föltámasztja a nagyfőnök. És még mindig él, és még mindig él. Mert azt arra utal, hogy élj az idők végezetéig. Hogy 2000 évre itt érte. Ez a büntetésed, hogy igen, élni akarsz, tessék. Megölted a főnököt? Akkor gyere, élj. És azt hiszed, hogy 2000 évig ez az jó. Ezért gondold végig, hogy nem tudsz semmit csinálni, nincs hagyomány. Tehát megnősülsz, lesznek gyerekeid. Aztán te nem öregszöl, de a feleséged igen. És egy ilyen rettentő csúf szipirtyóval kell együtt élned, mert az a feleséged. Már a gyerekeid is csúf szipirtyók lesznek, te még mindig ugyanolyan fiatal vagy, vagyis hogy neked rendszeresen el kell húzni a francba a békés, nyugodt otthonodból, és újat kell létesteni, lehetőleg olyan helyen, hogy még csak senki se ismerjen. Ugye? Gondold végig, és akkor megint csak valami csajt összeszedsz, vagy nőt, ha nő vagy, akkor egy fiút, de te halhatatlan vagy, te végtelenség 200 gyereket is tudsz szülni, mert halhatatlan vagy. Na, most akkor hogy van? Ja, hogy közben mindenki megöregszik körülötted, tehát a vén tata lesz ilyen vén csaloszja lesz már izével, járó kerettel rohangáló lesz a szép csinos férjed, aki még 40 évvel, 50 évvel ezelőtt ilyen kemény csávó volt, de most már bizony már hamut is mamunak mondja. Ugye, itt kezdődik a nagy probléma. Már könnyen megnyeri a fogadást, hogy bele tud harapni a saját seggével, mert kivezzi a protézisét, akkor vele a...